szoros mérkőzésen vereséget szenvedtetek a Kozár Michelintől. Hogyan értékeled a mérkőzést? Végezünk azon, meg nagyon jó színvonalú és egy kifejezetten harcos mérkőzésen készül, egy kifejezetten jó játékosokból áll a Kozár Michelin-je. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült legalább egy pontot elcsenni a leendő bajnoktól. Mely játékosok gyújtották a legjobb formát a csapatodból? Kikkel vagy a leginkább elégedett? Az egész csapattal, tehát mi csapat szinten tudunk csak eredményesek lenni, hiszen nagyon fiatalok vagyunk. Egymást kell segítenünk, mint támadásra, mint védekezésbe. És kiemelnem szeretnék, hogy csapatként tudunk erősek lenni. Ez csak így működik. Az eddigi teljesítményét nézzük a csapatodnak. Eddig az őszi teljesítményt, illetve most a harmadik meccsetek most ugye a tavasszal. Hogy látod eddig, hogy milyen irányban haladtok? Nálunk egy kicsit speciálisabb a helyzet, nagyon jó irányba haladunk, hiszen ebben a szezonban soha nem mutatkozott be ennyi fiatal a felnőtt csapatban, mint most. Ez szám szerint 3 eddig, és még nincs vége az évnek. Nekünk abszolút ez a feladatunk, hogy ezt segítsük, és erre büszkék vagyunk. Az, hogy a fiataloknak van esélye pallírozódni itt az NB3-as meccseken, az csak egy bónusz. Az, hogy milyen eredmény jön ki belőle, és mindig ugye az adott mérkőzésen belőle, hogy kevesebbet hibázunk, többet, tehát ez nagyon változó. Sok a vita általában ezzel kapcsolatban, hogy jó-e ez az NB3-as bajnokság, úgyhogy részt vesznek a tartalékcsapatok is, az NB1-es csapatoknak a tartalékcsapatai. Te jónak érzed ezt a lebonyolítást? Azt mondom, hogy igen, kifejezetten jónak érzem az NB3-as bajnokságot, kifejezetten jó játékosokkal, és ami még fontosabb, hogy nagyon jó kollégák vannak, akikkel élvezett mérkőzést játszani. Én úgy érzem, hogy vannak olyan fiatalok és vannak olyan akadémiák, akiknek esetleg egy NB2-re is élet lenne a második soruk. Ezt egy kicsit sajnálom, hogy arra nincsen esély a játszók. Kik azok a sráncok a csapatodból, akikből úgy érzed, hogy egyszer NB1-es játékos is lehet, illetve egy nagyobb karriert futhatnak be? Aki itt van, az mindenki. Hát aki idáig eljutott, és itt az NB3-as csapat környékén tud maradni, akkor mindenki előtt nyitotta a lehetőség. Az, hogy ki hogy él vele a jövőben, vagy most, ez már csak rajtuk múlik. Tudom, hogy nálad kevesebb, nem az eredmény a fontos, hanem az, hogy játékosokat adjatok az első csapatnak, de mégis hogy gondolod, hogy mi lehet az eredmény, amivel elég lehet lennél a bajnokság végén? Ilyet nem mondhatok, mert az eredmény a felnőtt futballban a legfontosabb. Én azt mondtam, hogy nagyon nehéz úgy eredményről beszélni, hogy a játékosoknak a fejlesztése, illetve a fejlődés érdekében vagy az első csapattal edzenek, tehát nem nagyon tudunk közös edzéseket csinálni. De az eredmény ettől függetlenül nagyon fontos. Nyilván próbáljuk a lehető legjobbat, hogy ez az év végén mire lesz elég, azt meglátjuk majd. Hetente hány edzés van a sráncoknak? Kétszer edzünk kettőt, uh-huh. És minden nap edzünk. Ugye egy pihenő napunk van, bocsánat, igen, kell. Hogy látod a NB3-as középcsoportnak a erőviszonyait? Kik érhetnek oda a második helyre, mondjuk az első helyre, azt, hogy te is említetted a Kozár Michelintől, nagyon nehéz elvenni a bajnoki címet, de ki lehet a második, hogy mi lehet tippen? Kozár Michelin kilóg, de azt megtippen lehetetlen, hogy ki fog odaérni. Nagyon szoros a mezőn, jó csapatok vannak, de nagyon sok körbeverés is van. Tehát én úgy érzem, hogy aki stabil játékot és stabil eredményt tud csinálni, annak lesz esélye. Aki azért egyszer-egyszer nyer, egyszer-egyszer meglepetésekbe beleszalad, kikap, az kevésbé lesz esélye, de mivel úgy gondolom a második és a tizedik hely között akárkinek. Köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert. Én is köszönöm.